1400 méteren indulnak tehát el a nyeretlenek. Svitsikónak nem jött azért annyira jó ki a start pillanata. Jól indul viszont Frágil Plané, jól indul Rosa D'Arteta. Tulajdonképpen a favoritok, hiszen ott van most már mellettük, előttük Joaillier, csak úgy, mint legutóbb, jól kezd, erősen kezd és vezet. Mögöttük egyelőre azért nagyon közel még a többiek, Tapsi vezetésével Svitsikó szépen zárkozik a falonben. Miss Calloway, aztán Impossible Start, látom Colgate, Apród, azért Apród hátránya egyre jelentősebbé kezd válni, de még mindig úgy összességben relatíve együtt a mezőny, tehát még csak most fognak elérni majd a kanyarhoz. Joaillier középen, a falon Frágil Plané szívósan védi a kedvező bívet, harmadik spúrban pedig Rosa D'Arteta az, aki igyekszik őket megkerülni. Svitsikó nagyon-nagyon jól tartja magát, szoros negyedik, de Miss Calloway-ról is tulajdonképpen hasonlókat lehet elmondani. Tapsit és Impossible Start is most már azért erőteljesen kell lovagolni, úgyhogy kezd abszolút szétesni a mezőny. Joaillier nagyon-nagyon megáll, megadja magát a kanyar kijáratánál, Frágil Plané mellett viszont csak sétál az ír import. Rosa D'Arteta nagyon könnyedén jön, viszont a másik Georgiából, Svitsikó az abszolút újonc is remekül mozog, és ott lehet a dobogón, kívülről egyébként Impossible Star is begyújtja a rakétákat, akár egy teljes házi befutó is lehetne, hogyha Frágil Plané nem újítana a falon, miközben Rosa D'Arteta hossza közönével úgy nyer, hogy akart, ő volt a favorit, és igazolja magas ír formáját, könnyűszerre hozza a győzelmet Rosa D'Arteta mögött Frágil Plané, illetve Svitsikó lesz majd a második és a harmadik. Impossible Star érkezik meg a negyedik helyre, aztán pedig Miss Calloway hozza a többieket.